Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy új műsorban, egy vonaton egy hírességgel, mert Horthy Gáborral vagyok itt, és hatalmas híresség, nem Gábor? Ez nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy a MÁV vonatán ilyen műsorban részt vettek Bencével. Hát te figyelj, azért te a Telesportnál kezdted. Igen? Hányba? 96-ban. Mint sportriport. Igen, hát ilyen lótifuti, igen. Igen. És azért utána, én mikor megismertelek, az a sportklubban volt. Igen. Még betelefonálód is voltam, volt egy ilyen esti műsorod, a éjfél, fél 12. Fél 12. Igen, nem tudom, mi volt a címe. Beszólás. Beszólás, igen. Többször voltam egyébként. Mindig a fantasztikus tipmix eredményeimmel az 500 forintból 3000-et nyertem. Végre egy ember, aki nyert, és így ahol a jutalékon. Ja. És tényleg, mert volt nektek ezek a műsor, de abban nem tudom, hogy szerepeltél, amiben ilyen tippeket lehetett készíteni. Sebők Vili volt, ja, igen, akkor a Világi igen, Péter, aki most a sikeres Diós Györgynek a sajtófőnöke, ő volt benne, Forró Bence, aki az érzem az iróniát. Szia uram, M3-as licenc nem érdekel? Tudod most, hogy kikaptak a figyelte, azért te nagyon szeretted ezeket a megyei történeteket. Ugye az M4 Sporton csináltad is össze a megyei labdarúgásnak a kommentálását, ugye az online platformon. Igen, az online platformra ment, csak az annyi volt a probléma, hogy már ott vastagon profizmus uralkodott. Tehát ott már volt bújtatott pénz. Az igazi menyei az a megye 2 lett volna. Aha. A megye 1-ben ugye az NB3-ba igyekvő csapatokat találtam meg, óriás ambícióval, országgyűlési képviselővel, helyi gazdag emberrel, potentátokkal, meg nem valósult ambíciókra várakozó, illetve beteljesülő vezetőkkel, és akkor ott már innen jött, már onnan jött, tehát annak az amatőr labdarúgásnak, ott az amatőr labdarúgásnak a bája az teljesen elveszett. Egyébként azt még tegyük hozzá, hogy a nagyon sikeres, bár rövid időt megél Pesti TV-n is hatalmas sztár voltál. Az egy nagyon jó műsor volt, igen. Mi volt a címe? Zicser TV. Zicser TV, és ott a trollfoci formátumnak volt ez a megjelenési formája, ott nagyon sok vendég érkezett, ugyanakkor a trollfoci bemutatta a roadshow-ját, amikor különböző izgalmas helyzetekben különböző égetett szeszes italokat, különböző gyümölcsleveket kellett ugye a szervezetbe beinni, és ezt ők derekesen megtették, valamint az azutáni állapotot rögzítették. És figyelj csak, egyet még mondjunk el, egyrészt a Mizsein fogunk utazni, fantasztikus élmény, kíváncsi leszek a véleményedre, majd mikor leszállunk, ezt akkor fogom megkérdezni. Izgulok nagyon! A másik pedig, hogy összeöltöztünk, mert már nem ma megy ki ez az adás, de a Szuperkupa napján vagyunk ma itt. Igen. És én egy reálos, te pedig egy frankfurti. Igen. És úgy néz ki, hogy estére mi ellenségek leszünk. Így van. Most még barátok vagyunk, barátok közt vagyunk, de estére így halálos ellenségé válunk. Na, induljunk meg. Hajrá. Olyan mocskos szomjas vagyok, hogy most kurvára nem tudok figyelni a vasútnak az örömeire. Aztán csak, hogy egy valami nemzeti dohányboltba bemessek, és megöljem az eladót is, az összes sörét megígyam. Hú, borzasztó. De különben tök jó is ez a felső pakony. Ez nekem nagyon izgalmas meg. Szerintem jól teljesít a csörgő mozdony, amiről én azt hittem egyébként, hogy román. Román? Aha. Nem tudom miért, szégyellem is magam. Ja. És utána Bence mondta, fölvilágosított. Egy csomót tanultam tőle egyébként, fölvilágosított, hogy ez a Ganzvárosnak a terméke. Azt a gyárat, ugye, amit nagy intenzitással és okosan sikerült tönkretenni. Én imádom a vasutat. A nagyapám vasutas volt, édesapám vasutas volt, két nagybátyám vasutas volt, és én megszállottja vagyok ennek. Fú, úgy szeretem a vasutas filmeket, és ezért is ragaszkodom hozzád, mert a te úti filmjeidet is nagyon élvezem. Nyilván magad ezért majd pénzt kapok, ugye, hogy itt voltál. Természetesen. Másfél millióba egyeztünk meg? Igen, de euró. Nálam már az a működőképes, úgyhogy átváltam simán. Szóval, Rubelben hogy... nem? Most nem. Majd a barátság vezeték elindul, akkor le. És azért is vonzottál be a videóiddal, mert nagyon érdekelt az a megközelítés, ahogy kezeled a vasutat, és én úgy gondolom, hogy a fejlődésnek egy hatalmas fokmérője a vasut. Csak szomorúan látom, hogy hát Magyarországon ez a fokmérő, ez inkább csak ilyen kis hőemelkedés. Tehát méltatlan a magyar vasút. Régen, hogyha valaki a vasútnál dolgozott, az a biztonságot jelentette. Hogyha valaki főtisztviselő volt a vasútnál, annak járt a méltóságos úr megnevezés. És tényleg egy fix munkaerő volt, egy fix munkahely volt, állandó bevétellel, 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel. És hogy az emberek azért, hogy bekerülhessenek a vasúthoz, annyi mindent megtettek az elöljárónak, hogy arról könyveket lehetne írni. Gyermekkorom kedvenc olvasmánya volt Moldova György könyve,
az, akit a mozdonyfüstje megcsapott. Hát nem is pontosan, de még biztos tudnék most is idézni belőle egy pár sort. Tízszer, ha nem olvastam el, akkor egyszer sem. És engem nagyon a bűvkörében tart a vasút, úgyhogy most ezért is örültem ennek a meghívásnak, amit kaptam Bencétől, hogy végre legalább egy szakértő emberrel utazhatok együtt, és nem csak a számot látom, hanem itt különböző információkhoz is jutok. Dabason lesz a kereszt? Annyit késik szembe? Az igen. Te már így van? Nem, itt van. Itt van. Mi van? Megvan a kereszt, itt a vonatunk. Egyébként élmény nézni Gábornak néha a fejét, hogy mik vannak még a világban. Amikor most például a raktárépületet néztem, azon gondolkodtam, hogy milyen híres volt még a teherforgalom, meg postavonatok jártak, így van? Igen. És most meg pusztul minden. Én egyébként egy ilyen titkos tervet dédelgetek magamban, hogy egy ilyen elhagyatott vasútállomást meg lehetne venni a vasúttól, hogy eladják? Hát nem nagyon. Nem? De mit csinálnak vele? Semmit, de ne legyen a tiéd sem. Bravúros gondolkodás, ezt még át kell vennem. Olyan írtó sebességre gerjedt a vonat, azt hittem, hogy lejtőn lefelé vagyunk, de el kell égetni az üzemanyag normát, nem? Fékezünk, megérkeztünk. Megpróbálok frissen, fiatalosan kimenni. Arra is, hogy kell ezt kinyitani, és most. Hopp, 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 hopp. Ez igen, megjöttünk. Igen. Az utazó közönségnek a kb. 70%-a leszáll. Évesen. 50 éves vonat, mi? Ezek a... per kb. Tessék? Sat per kb. Ezek a puccos, mindenféle kis ilyen... hogy hívják ezeket a kis karokat, tudod, amiben mozgatni kell a gépeket? Ja, igen. Na, hát azok nem fognak ennyi időt élni. Á, egyébként jó téma mind a kettő, tehát a sportriporter és meg a vasút. Hogy ha a családban ilyen sok vasúti emberke volt, akkor te hogy lettél mégis sportriporter, és miért? Miért? Testnevelő tanár voltam, aztán utána, hát béna vagyok a műszakiakhoz. Igen? Háromszög vonalazót se tudtam jól használni. Akkor igazából olyan szorgalmas fű se voltam. Okos fiú voltam, ami érdekelt, az körülbelül a tanulási periódusnak kb. 5%-a volt. Úgyhogy, ja. Úgyhogy mindenhol örültek, ahogy kimentem az iskolából. És édesapámégtől kaptam egy ilyen menekülő utat, hogy elmentek tanítani, vagyis hogy tanuljak tanárnak. Aztán meg lett vendéglátós, az sokkal nagyobb örömem, mint a vasút, de hát most meg már kivesz fel egy ilyen idős embert a vasúthoz, senki. És figyelj csak, és a sportriporter, na, szóval, hogy a sportriporteri karriered, igen? Az olyan nagyon sokrétű. Mármint, hogy sok helyen voltál, ennek az oka az, hogy neked van egy egyéni stílusod? Ja, meg én voltam az, aki ráért. Ja. Nem azért, mert ritkán szoktak valaki a telesportból, TV2, RTL Klub, Sportklub, tehát hogy nagyon sok, Lánchíd Rádió, ha rádiózás ja, néző. Ja, hát ezt egy kicsit tovább fejlesztjük, akkor ahol én dolgoztam, az mindegyik tönkrement. A Lánchíd Rádió megszüntették, Sportklubot megszüntették. Mondtam én, hogy ebbe van valami, a Pesti TV most omlott össze. Itt megyünk, vagy itt megyünk? Figyelj, most attól parázok, hogy a YouTube csatornám tönkre fog emelni most ezután. Hát, gondold végig, hogy leadod-e vagy nem. Mert hát igen, én vagyok itt a fekete macska. Bár a fekete macska az más jelent. De szóval nem biztos, hogy szerencsés hozzám ragaszkodni. Szerintem a következő részben engem soha, de soha nem fogsz elhívni. Mert hogy nem. Voltunk sok helyen, igen, úgy megszűntek. Én általában mindig szeretek egy helyen dolgozni. Aztán, amikor meghív a főnök egy kávéra, akkor az azt jelenti, hogy ki vagy rúgva. Igen, a kávé rosszul ment? Aj, nagyon. És akkor mondtam ezt a Lánchíd Rádiós főnökömnek, mondom, meghívnak, vagy kérsz kávét, azt mondja a főnök, mikor elmeséltem neki ugyanezt a sztorit, hogy hát ha valakit meghívnak, az ki van rúgva, szóval kérsz kávét? Mondom, attól akkor ki vagyok rúgva? SMS-eznek a srácok. Ide itt megyünk, és ott a benzinkút jó neked? Ajaj, isteni. Jó. Bár mondjuk ez gumikerekes verzió, de
És mit iszol? Sört. Igen? Nagyon, nagyon sokat. Igen? Sokat, nagyon sokat. Mert hülye gyerek voltam, nem hittem neked, hogy pakoljak be. De a történethez hozzátartozik, hogy a Bence is megszomjazott, pedig ő fölkészült. Felkészültem, elfogyott. Igen. De ez nem sör, én gyümölcslevet hoztam, én látom, én egészségesen élek. Na hát az ott a nagy kérdés, hogy abból mennyi az egészséges rész. Szóval, hogy a konyhafőnökben is szerepeltél. Erről mesélj már egy kicsit. Kérlek szépen, felhívás érkezett, hogy részt vennék-e, és a részvétel megerősítésére egy elég kollemes, motivációs eset ugrott be. Elvállaltam. Borzasztó szekatúra volt. Az olaszországi vakáció közepette is egyeztetni kellett, hogy mit fogok főzni. Leadtam Olaszországból, hogy mit kérek, és annak kb. 80%-a megvalósult. Pont a három legfontosabb elem nem érkezett meg, ami egyébként általam eltervezett ételhez szükséges volt. De már akkor én éreztem, hogy ez így nem lesz jó, mert minden egyes pillanatban jöttek, és hogy mit főzök, mit szólok ahhoz, hogy Michelin csillagos szakácsokkal szerepelek egy műsorban. Hát először is. Azt a szót ismertem csak, hogy szakács, az, hogy Michelin csillag, az fogalmam sem volt. Gyere egy kicsit arra, csak hogy a kamera pont fel... Egyébként jók vagyunk. Szóval... Igen, hogy Michelin csillagos. Igen, hogy az milyen érzés nekem. És én nem tudtam, hogy ők kicsodák. És... Jó, hát nem is feltétlenül kell, nem? Mint hogyha valaki nincs benne a labdarúgásban, nem tudja, hogy ki hát a... Így van, így van. Na hát én megkérdezhettem volna tőle, hogy mit szólsz az, hogy Cristiano Ronaldóval ültem egy váróteremben. Ja. Valószínűleg ő is azt mondja, kivel? Téged ismerlek, de azt nem ismerem. És vagy a QR-bencével szerepesz egy videóban. Hát én most már ez nekem megtiszteltetés, de mondjuk egy 3 évvel ezelőtt valószínűleg jó, Bence, tényleg. Na, persze. Igen, és hát nem volt hosszú a karrierem, konkrétan egy adást értem meg. Egy adásnak a második részébe kivágtak, mint a macskát. Kaptam 2 nemet és 1 igent. Azt hiszem a szőkehajú férfi. Nem tudom, én is. Most... Rácz Jenő, talán őt ismerem. Meg a fördőző. Ő nem szőke, ugye? Nem, ő nem. Akkor ő ellenem volt, és már én direkt úgy is akartam. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen jó móka lesz, tudod? Ahol de ez egy véres dolog volt, mi? Abszolút. Hát ez hóprofessionál volt az egész. Kiszámítva, idekészítve, odakészítve. Hát annyi gomb volt a főzőgépen, hogy 3-nak az ismeretéig jutottam el. És így kéne, úgy kéne, mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni. És azért nem úgy mentél el, csak hogy a nézők értsék, hogy nem tudsz főzni. Csak egyszerűen te nem ehhez jártam voltál. Jártam edzőtáborba. Aha. Igen, jártam edzőtáborba, volt egy mentorom, aki, hát Bence, az egészben a legfontosabb az, hogy valaki szakács lehessen, alapesetben tanul 3 évet, így van, mondjuk szakmunkásképzőben, vagy most már szakközépiskolában. És amikor kikerül ebből az iskolából, bekerül egy konyhára, akkor egy lépéssel a fekete mosogató előtt áll. De lehet, hogy még csak ő lesz a fekete mosogató. És amit a konyhában ott tanítanak, amit a séf megtanít nekik, na az a valami. Az, hogy ő milyen szakmai tárgyakat hogy vett át az iskolában, az nagyon távol áll attól, ami a konyhában a jelenben megfogható. Tehát 3 évet tartunk, hogy 2 évig mosogatsz, és utána lépdelsz így szép lassan előre. És ez nem egy hónap alatt megtanulható szakma. Uh-huh. Ez nem olyan, mint egy gyors és gépírás, amit szerintem még ugyanúgy 1 éven keresztül kell, vagy 2 éven keresztül Hello. Kell nagyon tanulni. Szerintem keresztül sétált a képen, ugye? Nem baj az. Én szeretem az életszagú. Nem, én szeretem az életszagú dolgokat egyébként. Jó, akkor életszagú másik söremet kérem szépen. Az pont a kamera tartom. Akkor gyorsan fejezzünk. 4 perc és jön a vonat. Jó. Azt már vonaton fogjuk szürcsögetni. Na szóval az volt, hogy ez nem sikerült jól, és nem is voltam szomorú. És két vágtak ki elsőnek? A tücsit. Igen. A tücsit kidobták. Nekem bizonyos szempontból nagy kedvencem volt, de az nem a, hogy a sportról beszélt. Nem beszél. A főzéshez. Há, nem. Egy kurva jó nő. Én ilyet nem mondok, nekem párom van, én már ilyet nem mondhatok. Én és meg fogja nézni az adást. A Bence nagyon szereti. Sokszor beszélt rólad. Úristen, többet kell utalják. És ő volt az, akit elsőnek kidobtak, ami úgy átlagos dolog, viszont 1 évvel később ő meg megnyerte a TV2 főzős műsorát. Amint te nem indultál? Én már semmilyen főzős műsorát nem indulok. Nem? Én a gyerekeknek főzöm, a feleségemnek főzök, azt kész. De nincs is motivációd egyébként a médiában olyan főzni. Szinten szerepelni, mint mondjuk egy ilyen konyhafőnök, ami ugye pörgeti az újságcikkeket, stb. Tehát, hogy te ott legyél megint a... Szerintem ehhez ez ilyen korfüggő. No, egyébként volt egy kritika velem kapcsolatban, most tőled,
hogy azt hitted, hogy te ez egy ilyen szigorú műsor lesz, szemaforokról beszélgetünk. Akkor csalódtál? Nem, kellemesen csalódtam, tök jó volt beszélgetni egy csomó dologra. Ha meg tanulok tőled egy csomót, meg a nézeteidet, meg a felfogásodat megismerem, meg megismertem a dabasi férfi vécét is, neked köszönöm. Ami gondolom hatalmas élmény, meg meséled otthon, nem? Kérlek szépen, a következő történt, egy nem vízipó kimászott a kübliből. Tényleges, amikor a feleségednek mesélted, hogy ma milyen dologra vállalkoztál, vagy mesélted egyáltalán? Persze, persze, mondtam neki, hogy nagyon régóta egyeztetünk már, és megmondom őszintén, ahogy láttam a megjelenéseidet, engem mindig nyomasztott, hogy én itt halogatom, meg itt szemétkedek, és én is azt nagyon nehezen viselem, amikor itt szórakoznak velem, tudod, de hogy... nem szórakoztál! Nem, ez egyszerűen akarás kérdéssel volt csak. Igen? Igen. Hogy... majd arra kíváncsi leszek, hogy máskor elhívsz-e, amikor majd ilyen más tapasztalatot kell szerezni, mert itt most csak ilyen ismerkedésben voltunk. Aha. De majd akkor úgy... Tényleg, a legközebb elvenjünk emeletes vonatozni. Nem az érdekel engem, hanem olyan... De más lesz a beszélgetés habitusa, persze, tehát most még egyszer ne jöjjünk már ide. Ne, annyira nem jó hely. Annyira nem jó a buli. Mondjuk ez kicsit rosszul esik. De most azért a sör az nagyon sokat számít. Sokat dobott a... Pláne, hogy meghívtam. Lehozom 0 forintot a mai napot, mi van? Azt a mai napig fel tudom idézni azt a mondatot, amikor a Moldovának a riportalanya azt mutatta be, hogy hogyan zajlott a mozdonyvezető vizsga. És ott az volt a kitétel, hogy hogyan tudnak fékezni az emberek. Az volt a lényeg, talán, hogy egy pohár víz szerepelt, tehát egy pohár vizet beraktak a mozdonyba, és hogyha abból nem löttyent ki a víz a fékezés után, akkor te jól vizsgáztál. Hm. És azt mondták, hogy nem az a fontos, hogy ki tudja elindítani a vonatot, az semmit nem számít, ki tudja jól megállítani. És volt egy ember, akit még felvételiztettek egy ilyen műszaki feladatra, és volt ott tojáspatkoló, meg mindenféle ilyen nagyon-nagyon ügyes kezű ember, és az egyik jelölt pedig bement és rajzolt egy kört. Hm. Jó, és akkor mit tud? Ezt. És ebben mi a lényeg? Hát, nézzék meg. Szabad kézzel rajzolt egy körzővel meg vonalazható kört. Hm. És akkor ilyen feltételek voltak, meg hogyha valaki bekerült a vasúthoz, akkor annak az élete az biztos volt, tehát a családjának meg volt az ennivaló, a vasútnak mindig járnia kellett. Ha a vasút nem járt valahol, akkor az a környéknek, az elsorvadásának az első lépcsőfoka volt. Mert rendben van, gumikerékkel is el lehet jutni mindenhová. Hát akkoriban? A hófúváson keresztül nem ment gumikerekes autó. A vasút viszont mindig járt. A vasút volt mindenhol az életnek az ereje. A vasút volt mindenhol az életnek a biztosítéka. És nem biztos, hogy ez az ország, tehát hogy Magyarországon ezt képviselik. Mert nézd meg, Oroszországban is még mindig jár a transzszibériai vasút. Oké, hogy egy hétig ülsz a vonaton, elvisz. Repülővel elvisz, a repülő leesett. Hogy a repülővel történhet más, bármi, bekamillázik a parancsnok, és akkor azt mondja, hogy a gyerekek tök jó leszállóhely, miközben egy kráterbe esnek bele. A vasút az a biztonságot jelentette. És erről szólt a Moldova könyve is, hogy amikor megszűnt egy vasúti hálózat, akkor ott az emberek meggyászolták. Amikor bezártak egy vasúti vonalat, akkor az utolsó vonatot azt megünnepelték. Az olyan volt, mint egy, hogy is szokták mondani a temetés után, minek nevezik azt, segítsél már, Bence. Temetés után. Aj. A kajállásra? Igen. A halotti tor? A halotti tor. Olyan volt, hogy vidámok voltak az emberek, de ugyanakkor meg végtelenül szomorúak, mert nem tudták, hogy a jövő mit hoz számukra. Mert a vasút mellett kiszámítható volt minden. 17:30, 18:00, 21:30, 22:00, 01:30 járt a vonat. A páratlan időkben pedig az ellenkező irányban. Tehát ahhoz számolták az emberek. Ó, hallották, én Jászberényben például, amikor a Vashídon keresztül ment a vonat, akkor tudtam, hogy ó, ez a 00:30. Tényleg akkoriban már villamosítva volt, akkor persze? Akkor kezdődött. Igen? Igen, én még jártam gőzmozdonnyal,
és az nagyon jó volt, mert szerettem az ablakban lógni, és amikor hazaérkeztünk, akkor körülbelül egy ilyen kismaréknyi kormot sikerült kipiszkálni a szememből, mert olyan fekete volt ugye a gőztől, meg még arra is nagyon ügyeltem, hogy a hajelválasztásomnak megfelelő menetirányba legyek, mert hogy ugye most én hátulök a menetiránynak, de ha kikönyöklök, akkor a választásomat, a választékomat pont célt tudta, tehát gyönyörűen szétfújta a szél, ha másik irányba mentem, akkor viszont a borbén munkájának ellentétes mozgás jött, és az engem nagyon idegesített, úgyhogy mindig igyekeztem olyan oldalra állni, ahol a hajamat kellőképpen tudtam rendszerbe hozni. És édesapám is azért ment vissza a vasúthoz dolgozni, mert ott dolgozott, aztán eljött, aztán visszament, hogy a számunkra különböző kedvezményeket tudjon kijárni. Ugye ingyenes volt az utazás, még most is ingyenes a családtagoknak, ugye a személyzeti jegy. Akkor én kollégiumi szállást kaptam, és a vasút volt az, ami köré lehetett építeni mindent. Tehát nem volt olyan, mint most, hogy az EasyJet vagy a Wizz Air nem viszel, ott hagy téged Luton repülőterén 3 hétre. Mert ha ez a vonat nem jött, akkor jött egy másik. Akkor még volt egy olyan, amikor azt hiszem földrajzolván gimnáziumban még menetrendet kellett tanulnunk. Most a gyerekek már egy borítékot nem tudnak megcímezni. Ha most kezébe adná... Csekket kitölteni. Ha most a kezébe adná egy ilyen régi, gyönyörű menetrendet, amiben fantasztikusan volt leírva minden, igen, csatlakozás, vasútállomások helye, mikor érkezik az átszá, nem tudnák kezelni. Egyébként csak egy személyes élményben mondtam ezt a csekket, én közgazdásznak tanultam, és én röhögtem, amikor közgazdasági órán azt tanultuk, hogy hogy kell csekket kitölteni. És de legalább megtanultuk. Az egyik lányommal fölmerült egy olyan nehézség, hogy apa, nem tudom a borítékot megcímézni. Excel táblázatot, meg minden tud, ami a számítógéphez fontos, minden tudott, csak ilyen hétköznapi dolgokat nem lehetett teljesíteni. Hát most már biztos, hogy csak az old school-osok adnak föl ugye borítékot, mert mindenki e-mailezget, tehát akkor is annak megvan a maga romantikája. Mi is faxon beszéltük meg a találkozón. Ja, meg e-mailen. Én a mai napig úgy vagyok, hogy a karácsonyi meg a húsvéti gondolatot, azt mind üdvözlőkártyán küldöm el, tehát képeslapon küldöm el, mert akkor úgy gondolom, hogy az az ember, akit én szeretnék ebben a... Látszik, hogy egy letűnt kor embere vagy. Ja, lassacskán, igen. Meg amikor kiírják a Facebookra, hogy BS, hagyjatok már picsába ezt. Tényleg ne BS-ezzetek. Hogyha én neked számítok valamit, akkor hívjál föl. Ja, igen. Igen. Ezben igazad van. Ez ilyen régi érzelmes, meg már megittem egy csört, úgyhogy már romantikus is vagyok. Ja, nem egyed, jó? Nos, srácok, hát itt utunk végére értünk. Gábor, egy értékelést az egészről. A hideg sör nagyon sokat hozott, és volt egy olyan időszak, amikor szinte szárnyalt a csörgő, a fantasztikus teljesítmény nyújtott, volt, amikor suhant volt, amikor pedig a tömés kiesett a fejemből, mert ugye a vágányok illesztésénél eléggé zajos volt. Tehát szerintem azt hozta ez a kirándulás, amit vártam, hogy semmi extra, semmi Hikari Express, semmi TGV, semmi ICE vagy ICE. Meg a társaságomat. Az nagyon sokat mentett. Meg figyelj, az ingyen sör mindig finomabb, én azt tapasztaltam egyébként. Hát meg az, hogy nem került egy fillérembe, se ez egy utazás. Másként lehet, de jobban nem. Úgyhogy köszönöm neked, Bence, hát ezt a lehetőséget. Úgyhogy... Meg egy csomó jót beszélgettünk, nem volt hivatalos ez az egész dolog, tehát nem a vasútról szólt, hanem arról, hogy a Frankfurt nem fogja verni azt, hogy ott van, de. Itt. Igen, ez most nem érvényes, szóval nem csak erről szól. Figyelj, mire ez a videó kimegy, addigra már tudjuk, ki nyert. Üzenni fogok. Mindenképpen üzenni jó fogok, benne leszek. Úgyhogy kellemes volt, tök jó volt együtt. Jót beszélgettünk, jó volt a sör. Na. Úgyhogy akkor örülök, hogy részese lehettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál az első adásban. Meg remélem nem volt az utolsó adásunk. Meg majd menjünk még ilyen komolyabb vasutas hepajokra, jó? Jó. Én meg megyek a mire? Szokka VB-re. Igen. Jó, tényleg, ne felejtsétek el, ez most promóció, ezért most én fogok fizetni a Bencének. 2,5 millió eurót, igen, amit megkaptam tőle, hogy Kőbányán, a Mázsatéren szeptember 10-től 18-áig szokkalabdarúgó világbajnokság, 40 országból érkeznek majd válogatottak, ide kell nézni, ugye? Igen. Jó, szóval, hogy érkeznek. Tapasztalt tévé. Ja. És hogy gyertek, nézzétek, fantasztikus hepaj lesz, ez egy ilyen nagyon-nagyon jó kis amatőrbajnokság, viszont a srácok halálélesek,
A Bence meg most a napokban összetörte magát a... Milyen bajnokságban? Hát miért? Csak ilyen öreg fiúk. De mi a neve? Ja, nincs úgy, hát ez nem. Csak egy ilyen a labdakert. A labdakert. Labdakert, igen. Labdakert. A labdakertben. Hát mindegy, ott is kell valakinek játszani, ez egy világbajnokság lesz. Úgyhogy gyertek oda, megnézzétek a Bencének az összes videóját. Meg ha minden igaz, megyek én is. Ja, igen, mert jó a sonkateket. Úgyhogy nézzétek a Bence videóját, ajánlom a figyelmetekbe, és köszönöm, hogy elvittél. Én köszönöm. Na, sziasztok! Csáh!